A Múzeum Antikvárium társtulajdonosa, a vendégem Antal Károly. Szeretettel köszöntöm. Köszönöm, hogy üdvözlöm a nézőket. 40. árverését tartotta most a Múzeum Antikvárium. Milyen tételek kerültek végül is árverésre? Nagyon sok. 451 tételünk volt jelenlegi árverésünkön összesen. Igazából szinte a könyvészet majd minden területéről került az anyagba. Alapvetően azért azt kell mondjam, hogy három fő vonulata volt az aukciónak témában, tartalomban. Az egyik az avantgárd, magyar avantgárd. A következő megint csak egy elég erős, lehet, hogy nem is három, hanem négy erős vonulat, egy művészeti vonulat. Volt egy nagyon erős 1848-as szabadságharccal kapcsolatos könyvgyűjtemény, illetve egy reformkorral kapcsolatos könyvgyűjtemény. Ezek tették ki, de ezek mellett természetesen. Szóval, hogy ezek mellett ott voltak földrajzi tárgyú, helytörténeti tárgyú, vadászati szakácskönyvek, sok-sok minden érdekesség. Amikor egy árverést megszerveznek, akkor mi dönti el, vagy ki dönti el, és mi alapján azt, hogy milyen tételeket fognak elárverezni? Sokszor a szerencse, hogy éppen milyen anyagot kínálnak nekünk. Ugye ezeknek a könyveknek a nagy része beadott tétel, tehát nem az antikvárium tulajdona, hanem megkeresnek gyűjtők, hagyatékokkal, stb. És akkor ezekből igyekszik az ember valamiféle tematikát összeállítani. Jelenleg a 40 kárverésünk anyaga az három nagy helyről került be, és aztán még több-több kisebb helyről. Ekkor már tudatosan szedegettem össze a hozzátartozó könyveket. Tehát amikor például volt 6 Széchenyi első kiadású könyv, akkor elkezdtem piszkálni a kedves gyűjtőket, hogy ki akar megválni még néhánytól, így aztán sikerült például 10-re fölemeljem a Széchenyi első kiadások számát. Ennek oka az, hogyha egy témából több dolog van, talán koncentráltabban, jobban odafigyelnek rá az adott témát kereső gyűjtők. Azért is kértük meg, hogy fáradjon be hozzánk, mert egy nagyon-nagyon különleges gyűjtemény volt az, ami most az árverésen szerepelt. Hát nagyjaink, nagy íróink, költőink akár dedikált köteteivel is megismerkedhetett a látogató, és hozzá is juthatott. Ugye? Mondjuk el a nézőknek, hogy mihez lehetett hozzájutni. Igen, kifelejtettem, még egy nagy blokk volt valóban a dedikált első kiadású könyvek gyűjtemény. Miből állt? Hát ebben azt kell mondjam, hogy Arany Jánostól kezdve, mondjuk a végéről valakit, Vörös Sándorig. Tehát olyan verses kötet mondjuk Arany Jánostól, ahol az ő kézjegye szerepel. Ez egy érdekes darab volt, ha már az Arany Jánosnál lehorgonyzunk. Arany János 1890 környéken megjelent verses kötetébenek egy gyönyörű példánya került hozzám, amiben egy egykori tulajdonosa beleillesztett hátul egy kis Arany János név aláírást, és fölé írta, hogy ezen különleges darab a nagy mester kézírását tartalmazza, amelyet kivágtam az akadémia egyik leveléből, és beillesztette oda. Szóval egészen izgalmas darab volt így, és egy gyönyörű példány. De Arany Jánoson kívül tényleg nagyon sokan Babits Mihály halálfiainak számozott dedikált példánya. Kezdve nem is tudom, hogy kiket mondjak, hogy szinte mindenki. Igen, Jókai Mort is olvastam, hogy Jókai Morhoz kapcsolódó is volt egy kapcsolódó. Volt egy kéziratunk volt. Kézirat. Tehát elég sok kézirat is volt az anyagban, azzal mindig igyekszünk egyébként színesíteni a gyűjteményt. Egyre nagyobb gyűjtői kör keresi a kéziratokat, hiszen ezek egyedi darabok. Tehát itt nincs az, hogy ha most elengedem, akkor majd veszek egy másikat. Ezek egyedi darabok, tehát kéziratot nagyon sokan szeretik, keresik, gyűjtik, hiszen mestereknek, nagy neveknek kezevonása szerepel. Ez egy rendkívül kedves, bájos kis kézirat volt. Jókai ugye Balatonfüreden sokszor megfordult, sőt, hát háza is volt ott, mint tudjuk, és egyszer egy Pesti Hírlap cím újságban egy nagyon-nagyon színezett kis cikk jelent meg, miszerint Arany János talált egy aranyórát, amit ott vissza is adott egyből a boldog tulajdonosának.
ami nem volt igaz. Úgyhogy Jókai helyreigazítást kért a lap tulajdonosától, miszerint az aranyórát nem én találtam, hanem feleségem testvére, amit azonnal visszaadtunk a fürdőigazgatónak, jelenetek pedig nem voltak. Több kézirat is felbukkant, meglehetősen sok, 5-6-8 képzőművészettel kapcsolatos kézirat volt az árverésben, az egyik számomra az egyik legérdekesebb Csontvári Koszka Tivadar kis képeslapja, melyet Münchenből küldött, az alakuló művészeti társulat ülésével kapcsolatban írt, ugye. De nézőink között, igen, hogyha vannak nagy műgyűjtők, vagy akár irodalom, művészetek iránt érdeklődők, és szívesen jutnának a legközelebbi alkalomkor ezekhez a tárgyakhoz, vagy ilyen is hasonló tárgyakhoz, hogy lehet értesülni egy ilyen árverésről? Hát lévén elég régóta vagyunk a szakmában, így múzeum antikváriumként, tehát van egy komoly címlistánk, amit az elmúlt nem is tudom hány évben, több mint 20 évben, 20 év alatt összegyűlt árverésekre jelentkező személyekből áll. Azon kívül van egy nagyon jó portál, egy online portál, ami nem csak a könyves cégeket, hanem általában véve a műtárgyakkal kapcsolatos árveréseket gyűjti egy csokorba, az AxioArt című oldal. Ide nagyon-nagyon sokan regisztrálnak, figyelik az oldalt, hogy vajon melyik cég milyen anyaggal rukkol elő. Itt ez az árverésünk most egyébként nem csak egy magyar oldalon futott, mert ez egy teremárverés volt, és online párhuzamosan élőben, hanem éppen az Avantgard anyag nemzetközi volta miatt föltettük egy amerikai árverés megosztó oldalra is, úgyhogy onnan is nagyon sok licit jött a sláger, illetve hát a legmagasabb árat elérő licit az éppen Amerikából, nem Németországból, de ezen az amerikai oldalon keresztül érkezett Kassák Lajosnak egy Ma című folyóirata, egy 10 lapos folyóirat, 1.800.000 forinttal koppant. A teremben. Hát ezt nem gondolná elsőre az ember, azt hinné, hogy egy festmény, vagy nem tudom, hogy tényleg egy Jókai kézirat. Na. Igen, rendkívül ritka volt ez a darab, azon kívül 3 eredeti linometszet Kassáktól is volt benne, tehát azok már műtárgyként funkcionálnak. Igen, igen. Hogyan zajlik egy ilyen licitnek az előkészítése? Az előkészítés alatt mit gondol? Hát a megszervezése. Hát az egy bonyolult dolog. Bonyolult. Illetve bonyolult, egyszerű, csak bonyolultnak tűnik. Ugye kell egy nagyon precíz katalógust készíteni minden egyes tárgyról. Nagyon, nagyon részletesen az összes szépségével és hibájával együtt le kell írni ezeket a tételeket. Én írom az árveréseket. Én igyekszek minden tárgynak, szomorú, hogy a könyveket tárgynak tekintjük, pedig nem azok, mondjuk, hogy műtárgyak. Tehát minden darabnak alaposan utána nézni, múltjának, történetének. Ha valami különlegességet találok erről, ezt feltétlen leírom. És nem csak azért, hogy felkeltsem az érdeklődést iránta, alapvetően azért. De olyan információkba futok én is bele feldolgozás közben, amik az irodalom történet számára is esetleg fehér foltok voltak eddig, úgyhogy nagy élvezet egy ilyennek a megszerkesztése. Ezt aztán így eljuttatjuk nyilván e-mailben manapság leginkább a gyűjtőkhöz. Korábban szerettem gyönyörű katalógusokat csinálni, mostanság ugye az elmúlt 2 esztendőben csak online árverést tudtunk tartani, nem volt teremárverés, és akkor kicsit leszoktunk róla, de majd azt hiszem vissza kell menjek, mert az megint egy külön élvezet egy olyat elkészíteni. No, tehát az információt eljuttatjuk a kedves gyűjtőkhöz, és akkor jönnek a telefonok, jönnek a vételi megbízások, és igen, jönnek a személyek. Jönnek a személyek, és mikor jöhetnek legközelebb a személyek, mikor lesz a következő licit? November vége, december elejére tervezzük a következő árverést, aminek a tematikája sokkal inkább földrajz, térkép, történelem, már gyűlik az anyag erre is. Antal Károly, a Múzeum Antikvárium társtulajdonosa volt a beszélgetőtársam. Köszönöm szépen, hogy befáradt. Köszönöm szépen a lehetőséget.